Sziasztok, a Szerencsevadász vagyok, és játszunk egy jót még hozzá. Kaszinós videó jön. Pörögjenek azok a tárcsák, nyerjünk valami szép nagyon. A Twitch-es élők most egy kicsit szünetelnek, ugye külföldi tartózkodás miatt, de a tartalom az mindenképpen jön. Ezért úgy gondoltam, hogy most egy válogatást fogok nektek bemutatni, aminek ez az egyik része. Szóval álljunk neki, nézzünk meg egy jó kis szlotos pörgetést! A linkemen megtaláljátok a kaszinókat, illetve nem csak megtaláljátok, hanem hogyha azon keresztül regisztráltok, akkor mindenféle földdíjban fogtok részesülni, vagyis befizetési bónuszokban, aminek viszont olvassátok el mindig, de mindig a részvételi feltételeit. Mert általában vannak külön kitételek, hogy hogy lehet felhasználni őket, például maximális tét, meg kipörgetési feltétel, meg hasonlók. Illetve, hogyha kipróbáljátok ezeket, arra mindig figyeljetek, hogy csak 18 év fölött, ez Magyarországon nagyon fontos, lehet veszíteni is, én is szoktam, és egy másik probléma az, hogy azért tud függőséget is okozni, nem csak nyer az ember, tényleg bele lehet szaladni nagy vesztésekbe, de a nagy nyerés is meg tudja annyira hozni a kedvet, hogy elárnálhatatlan vágyat érez, hogy újra meg újra játsz, szóval ezzel csak óvatosan. Viszont ha óvatosan és csak annyit játszol, amennyi a pénztárcádok nem fáj, akkor baromi jó szórakozás tud lenni, és akkor szórakozzunk most is egy jót. Tiki Treasure Action Boost. Ezzel fogunk játszani. 40 000 forintot töltöttem föl. Többfajta bónusz nyerési lehetőség is van. Tehát a bónusz játékok vagy kigyűjtjük a megfelelő zöld koponyákat, vagy miket, pirosakat, vagy lilákat. Illetve van itt egy szép nagy kincses ládikó. És az is, hogyha megfelelő méretűre nő, akkor bónusz játékot sorsolhat, akár egyszerre mind a hármat is. Na, érdekes lesz ez, nézzük, hogy mit hozunk ki. 300 forintos tétlen játszunk, gyűlnek már. Gyűlik a kincses láda, fejek, minden. Egy kicsit nem a kedvenceim ezek a gyűjtős játékok, amik nem írják ki, hogy mikor jön ki a nyeremény. Ha egyetlen egy fej jön, akkor is kiadhatja, hogy egy kincses láda, meg ha 1000, lehet, hogy arra se adja ki, tehát teljesen random a dolog, és ez egy kicsit idegesítő tud lenni. De hát, ha most gyorsan kiadja, és akkor esetleg jó lesz. Ha? Kincses ládikánk az már lángol, meg egész szépen növekszik. Egyébként balról jobbra kell kötésben megfelelő szimbólumoknak lenni, a vulkán pedig a vágy, vagyis a Joker szimbólum. Hát egyenlőre lefelé haladunk sajnos, fölfelé jobb. Hát az arany, az jön, az nagyon jön, sőt, na most mi történik? Nagyobb lett, és még nagyobb lett, és pörget is, hoppá! Hoppá, mit fog kipörgetni? Zöldre semmit. Á, egy mini bónusz plusz egy játék, a középső, a pirosat kisorsolta nekünk, tehát bónusz játék plusz mini bónusz, jó. 10 ingyen pörgetés, 3000 forintot már fel is írt. Dínók, jöttek a kicsi dínók. És pörget egyet a busztos cuccos, mi lesz az? Ad egy piros és egy zöld drága követ. Na hát, ha a pirosból kijönne 6 darab, az másfél millió lenne, a zöldből 3 darab az 3000. Na megint pörget valamit. Ez a pörgetős, ez jó. Major boost, hát boostolja egy kicsit a major nyereményt. Abból 5 kell a lilából, jó van, hát akkor add ki, ha már ilyeneket adsz. Egy piros, abból már van 2, egy pörgetés. Egy zöld, na abból
Hoppá, még egy mini bónusz. Az jó, akkor még 3 zeppelint hozzájön a dolgokhoz. Még egy zöld. És... ja, meg lóvét is tud adni, 600. 300. Meg egy piros. Már csak 3 piros kell. Aha, zöld. Na még egy zöld is. Ki is adta még 3000? Nagyon jó, gyűlik a lóvé. Ott van nekünk most egy zöld. Meg még egy zöld. Megint csak egy kell még 3000-hez. 600. És ott a plusz 3000 forint. Nagyon jó. Még egy mini bónusz, beficcent. Még egy 600-as. És még egy zöld. És van még pörgetésünk, hogy 3. Na, itt egy zöld jön, abból már megint csak egy kell, meg 525 forint a kötésekkel. Na, csak lesz benne egy zöld, lila. Hát abból még sok, ott a zöld, ott a 3000 forint, yes! Uh-huh. Mini bónusz felírva, és egy kék is bejött. Na, mit jönnek még egy zöld? Még egy zöld, de ez volt az utolsó pörgetés. Ez jó lett! Nagyon is felmentünk 52.000 forintra. Hát... igazándiból, mivel mondtam, hogy ez a játék az, amit nem szeretek, hogy húzza az agyamat. 50.000-nél meg is állunk. 18.105 forint a bónusz nyereménye. 10.000 forintot pár perc alatt nyerni nem egy rossz dolog. Vagy többet. Na, azért az esélyt megadjuk neki. De lekerekítjük 10.000 forintos nyereményig, vagyis 50.000 forintra. Na még ad egy 30-est, amúgy ha közben kiadna egy bónuszt, az se lenne nagy baj. Ah, oh, mennyi majom! Hát oda adhatott volna még egy oszlop majmot. Na van még egy pörgetésünk, ad-e valamit? Nem. Akkor 50.000 forint, 10.000 forint nyeremény is, 10.000 forint, annak is lehet örülni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a Linktree linkben megtaláljátok a kaszinónak a regisztrációs linkjét. Legyen szerencsénk, sziasztok!